Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Jelenleg vannak kármikus témák, hiszen a hold eléri a hold csomót, ami a kármikus témákra utal és változásokra. És most megtekintjük a múltat, a jelent, a jövőt egy mély bepillantás a szívügyi dolgokba. Először is megnézzük azt, mi volt a múltban. Itt látható ez a főpap, az lehet, hogy ő esküdött valamire, hogy ez bevalósult-e vagy sem, az mindenkinél másképp alakult. De amit ez a kártya még jelenthet, spirituális dolgokat vagy vallási témákat, azon kívül fontos, hogy erősítsd a hitedet. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, a múltból visszatér hozzád, és hisz abban, hogy itt kialakul valami. Itt voltak a múltban küzdelmek, bizonytalanságok, részedről is, részéről is. Ti nem tudtátok azt, hogyan tovább, milyen irányba. Itt fel kellene a holdat fedezni, hiszen az utal a reményekre, az álmokra, és ha ez így van, akkor előfordulhat az, hogy valaki gondol rád, álmodik rólad. És figyelj befele, és a belső hangod az súgja neked, hogy ki ez a személy, és hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád. Itt az érmék utalnak az anyagiakra és a munkára. Ez lehet egy munkahelyi kapcsolat. Azt is jelentheti, hogy ez a férfi még egy házasságban van, nem tud még kilépni ebből, hiszen először rendeznie kell itt a családi dolgokat, az anyagiakat. De ez a római 10-es szám azt jelenti, hogy mégis lesznek itt változások, lesz egy új kezdet. Ez a kártya utal arra, hogy érdekel téged egy spirituális terület. Vagy azt is jelenti, hogy erősítsd a hitet. Ne légy bizonytalan, hiszen itt vannak az álmok, a remények, tehát higgy az álmaidban. Az is lehet, hogy ő álmodozik rólad. Itt rendezi az anyagiakat, itt lesznek változások. És most megnézzük a jelent, azt is, hogy milyen érzelmei vannak jelenleg veled kapcsolatban. Itt láthatjuk a kelyheket, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ez a férfi gondol rád, hiszen itt a múltról van szó ennél a képnél, és megvannak itt a mély érzelmek. Nála lesznek változások, hiszen nála összeomlik most minden. Lehet, hogy ez a párkapcsolata, vagy a munkahelye, vagy családi körülmények. Az előfordulhat, hogy félsz te vagy ő ezektől a változásoktól. De ezt a képet meg lehet fordítani, és akkor látható, hogy az egyik ugyan lezuhan a mélybe, a másik viszont kapaszkodik itt az égi hatalomban, a csillagokban, a csillagképekben. Tehát itt van remény, hogy ez a változás fontos, mert ezáltal lesz egy új kezdet. Még mindig a jelen és az ő érzelmei veled kapcsolatban, itt újra a kelyhek láthatóak, tehát szeret téged, hiszen a kelyhek az érzelmeket mutatják.
itt átnyújtja számodra ezt a kejhet, tehát kimutatja az érzelmeit, de jelenleg ezt te még nem fogadod el, nem veszed észre. Lehet, hogy fordítva van így, hogy te nyújtod át ezt a kejhet, kimutatod az érzelmeidet, és olyan ezzel a tartással, minthogyha megsértődött volna. De át fogja venni ezt a kejhet, hiszen itt látható a négyes szám, négy kehely, és az jelenti azt, hogy mennyire fontos számára is a biztonság érzete. Itt vannak emlékek a múltból, mély érzelmekkel, lehet, hogy gyermekkori emlékek is. Itt lesz egy közeledés, de vagy te, vagy ő ezt még nem veszi észre. Itt összeomlik valami, és attól függően ki, hogy tekinti a helyzetet, ez lehet előnyös, de lehet hátrányos is. Hiszen, mint mutattam, ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor szerencsét hoz. És most megnézzük a jövőt, azt is, hogy hogy viselkedj vele szemben. Nézd meg ezt a képet. Itt vannak a botok. Mindegyik jelent egy lehetőséget, egy irányt. Tehát megvan a lehetőséged arra, hogy változtass valamit az életeden. A munkahelyet illetően, a családi kapcsolatokat illetően, a szerelmet vagy a lakhelyet illetően, de ha mindenhol ott szeretnél lenni, akkor ez túl sok. Ez akkor ahhoz vezet, hogy kimerült vagy és fáradt. Tehát koncentrálj egy dologra, amit te most el szeretnél érni. Mint például ez lehet egy lehetőség, ami számodra most előnyös. És vedd kezedbe ezeket a dolgokat. A botok utalnak a tűz elemére. Mutasd ki a bátorságodat, a lelkesedésedet, vagy ez lehet egy testi kapcsolat, egy közeledés köztetek és kihat a szerelmi élet területére. A jövő és az, hogy hogy viselkedj vele szemben, mit tegyél. Megint a botok, tehát megint a tűz eleméről van szó, ami utal a bátorságodra, a lelkesedésedre, vagy egy testi kapcsolatra. Itt lesz egy új irány, egy új kezdet, de ahogy itt a botok fel vannak állítva, valami fogva tart még téged vagy őt, és ki kellene lépni ebből a helyzetből. Ezek lehetnek gondolatok, mint például, ó, ez úgysem sikerül. Vagy lehetnek érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, vagy bizonyos kapcsolatok, vagy egy bizonyos helyzet, ami még itt fogva tart, jelenti még a korlátozásokat. De itt van az élet öröm, tehát megvan arra a lehetőségetek, hogy ezt a négy botot elhagyjátok, és akkor a háttérben kiépül ez a vár, ez az elképzelés, vagy a tervek, vagy egy közös otthon kiépítése. Még mindig a jövőnél maradunk, vagy mutatják a kártyák azt is, hogy mit kellene tenned. Megint itt van ez a sebzett szív, és az azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, ami még fáj. Vagy jelentheti azt is, hogy ő megbántott téged, és ez tart téged fogva, mert félsz attól, hogy ez megismétlődik. Tehát itt láthatóak még fájdalmas emlékek. Ez így szorongva tart téged vagy őt, ezt el kellene hagyni, lezárni a múltat, és akkor itt lesz egy új irány, és a középső kép utal arra, hogy fel tudtok szabadulni ezektől a helyzetektől, vagy érzelmektől, és akkor lesz egy új kezdet, és akkor az azt jelenteni mindkettőtök számára, hogy itt lesz egy gyógyító erő.
és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!